A Honvéd Balatonparti vendégjátékán a 7. perc hozta meg az első kaput eltaláló lövést, ekkor a BFC Siófok baloldalon vezetett akcióját, a magát lövőhelyzetig játszó Nagy Rihárd fejezte be egy próbálkozással, Dús biztos kézzel szedte össze a labdát. A 12. percben aztán már rezdült a háló, de a túloldalon Krajcsovics labdájával Ördög lépett ki, a bal összekötő helyén a 11-es pont magasságából középre lőtte volna a labdát, abba azonban belelépett Vékony Viktor, a játékszer pedig a siófoki védő lábáról védhetetlenül vágódott a léc alá. A válaszra nem kellett sokat várni, a 22. percben az ellenfele tér felén letámadó hazai csapat labdát szerzett, majd Vágó remekre ugratta ki Varjast, a kivetődő Dús azonban elhozta a hazai támadó lábát. A jogos büntető mögé Nagy Rihárd állt, aki higgadtan értékesítette is a 11-est. A 38. percben Kocsis vitte az alapvonalig a labdát, centerezésen megtalálta Holmant, a Honvéd rutinos karmestere azonban mellé lőtt. A 40. percben a hazaiak veszélyeztettek, egy labdaszerzés után Nagy Rihárd gólba tartó csavarását Bocskai vágta ki a kapu előteréből. Az 55. percben közel járt az egyenlítéshez a Honvéd, Holman 25 méteres lövése azonban a keresztlécen csattant. 2 percek később a végig nagy kedvel játszó Nagy Rihárd 20 méteres lövését tornázta szögletre Dús, míg a másik oldalon Winternek a 87. percben kellett bravúrt bemutatnia, egy baloldalon futó akció zárásaként Simon 17 méteres lövését védte a siófoki kapus. A 88. percben aztán eldőlt a meccs, Winter kirúgását Polényi csúsztatta meg a jobb szélen megiramodó Major Gergő elé, aki bátran betört a 16-osra, visszahúzta a labdát a bal lábára, majd éles szögből a hosszú felsőbe zúdította a játékszert. A kitámadó Honvéd ellen a 94. percben még Tótnak is akadt egy helyzete, ezt azonban védte Dús, a BFC Siófokig végül 2-1-es győzelmet ünnepelhetett a Honvéd ellen.